Egy tévéműsorban jól kinevetett a Szabó Bence, mert kaptunk egy előzetes információs anyagot, és azt mondja, te szemüveggel olvasod? Hát mondom, persze, miért neked nincsen? Azt mondja, már nincsen. És akkor ő mondta, hogy hol volt, hol történt a műtét, milyen műtét volt, és azóta egyáltalán nem használ. Én úgy, mint az átlag szerencsés, úgy nőttem föl, hogy szülők kérdezték tőlem a buszmegállóba, hogy hanyas busz jön. Én ugye jól láttam közelre, jól láttam messzire. Bizonyos kor fölött az embernek valamilyen irányba nem jó a szeme, sőt, vannak a balszerencsésebbek, akik már pici gyerekkoruktól kezdve szemüveget hordanak. És amikor már szövetségi kapitány voltam, 46-48 éves lehettem, amikor egy konkurens csapat edzője, aki pár éve volt nálam idősebb, először láttam, hogy amikor megbeszéljük a nyári programot, mikor edzettáborozunk közösen, stb. Elővett egy szemüveget, és úgy olvasta azt, amit előző évben még szemüveg nélkül. És kérdeztem, hogy kell már neked olvasó szemüveg? Azt mondja, igen, 50 körül ez így van. Akkor én még nem voltam 50, sőt, még jó pár évig nekem nem volt rá szükség, de aztán egyszer csak, tehát én kicsit még szerencsés is voltam, néhány évvel később, mint az átlag. Én is egyszer csak azt vettem észre, hogy a nemzeti sportot, hogyha olvasni akarom, ki kell menjek a uszodából a uszoda előtérbe, ahol süt a nap, hogy jobban el tudom olvasni. Majd aztán szembesültem azzal, hogy stabilan kellett az olvasásos szemüveg. Például ugye számítógép használathoz, ha nem is beszélve, telefonra rápillantasz egy üzenetet, el tudsz olvasni, meg beletájítani a betűméretet, de igazából a telefonnál is, ha hosszabban akartam használni, mondjuk szállodai szobába, de világversenyek esetében általában így vagyunk elhelyezve, akkor ott volt az éri szekrényen az olvasó szemüveg, és hogyha volt egy fél órám is, molyolgattam a neten a telefonon, akkor azonnal vettem fel a szemüveget. Egy tévéműsorban jól kinevetett a Szabó Bence, mert kaptunk egy előzetes információs anyagot, és azt mondja, te szemüveggel olvasod? Hát mondom, persze, miért neked nincsen? Azt mondja, már nincsen. Akkor ő mondta, hogy hol volt, hol történt a műtét, milyen műtét volt, és azóta egyáltalán nem használ. Néhány napig nem szabadott volna autót vezessen, rögtön elmondta, hogy persze már másnap vezetett, stb. És elraktároztam, de ez itt a járvány kellős közepén volt, nem éreztem annyira sürgősnek, és egy igazából komoly kérdésem volt a főorvos úrhoz, hogy ezt 5 évenként meg kell majd ismételni ezt a beavatkozást, vagy 10 évenként? Oké, tudom, hogyha az embernek, mit tudom én, 80-90 évesen egy pacemakert beraknak, és azt mondják, hogy 15 évig jó az aksi benne, akkor azt mondja, hogy jó, akkor 4-szer fogunk cserélni elemet, tehát én most nem ebből a szemszögből közelítettem meg, hanem arra gondoltam, ha ez végleges és egyszeri, akkor alávetem magam, és az nagyon-nagyon tetszett, hogy 2-szer is nagyon alaposan sok segédeszközzel, gépekkel, kompjúterrel, meg a klasszikus olvasd el a betűket föntről lefele számokat, meg különböző lencséket rakosgatni ilyen mobil szemüvegbe, hogy ezeket 2-szer alaposan végigcsinálta maga a klinika, a kollégák, és én úgy kerültem végül is műthető állapotba, hogy már jobban ismerték a szememet az orvosok, meg leginkább a főorvos úr, mint én magam. A műtétnél legjobban azt tetszett, hogy nem éjgyomorra kellett menni, meg mit tudom én, nem volt semmi különleges előírás, hogy olyan akartam a reggel, bedobhattam volna egy felest, már ugye csökkentsem a feszültségemet, de ehhez képest délelőtre volt időpontom, és annyit tudtam, hogy körülbelül 2 órát fogok a műtét kapcsán eltölteni az intézményben. Láttam ott a szintén beavatkozásra váró betegeket, de amikor jöttem el, akkor is érkeztek betegek szintén beavatkozásra várva, tehát ez egy komplett műtéti nap volt.
Az a két óra elég gyorsan elment, egy komolyabb előkészítés volt, elsősorban pupillatágító és érzéstelenítő fájdalomcsillapító szemcseppek sorozata, 10-15 percenként újra meg újra kaptam a szemcseppeket, és hát ez meg is nyugtatott. Egyfelől a pupillatágulás az ugye annyit érez az ember, hogy erősebbek lesznek a fények ennél fogva, egy picit zavaró, de hát egy zárt helyiségben nem vészes. Ugyanakkor pedig a fájdalomcsillapítás azt nem érzed, mert egyébként sem fáj a szemed. Maga a műtét az érdekes. Én azt gondolom, hogy inkább lelkileg izgalmas, mint fizikailag. Fizikailag annyi dolga van az embernek, hogy fölfele nézzen, és nagyon érdekes volt, ezt nem tudják nagyon sokan, hogy amikor az embernek nincs már szemlencséje, mert a sajátját eltávolították, de még nem kapja meg a protézis, tehát az új műanyag szemlencsét, akkor is lát valamit, ha más nem fényeket. Tehát az ideghártya, retina az érzékeli ezeket a fényeket. Nagyon édes volt a kollégina, aki segített a professzor úrnak, a doktor úrnak a műtétben, mert elmondta, hogy mit fogok látni, úgyhogy mindjárt ki is tört a műtőhelyiség személyzete kisebb nevetésbe, amikor megkérdeztem, hogy ezt most ön tapasztalatból mondja, vagy mesélték. Ebből aztán kiderült, hogy ő még nem esett át ilyen műtéten, tehát amiket nekem mondod, hogy mit látok, azt ő nem látta, de tudta. És akkor ugyanez aztán megtörtént a másik szememmel, és ha összefoglalnám őszintén azzal, hogy folyamatosan kaptam a konferálást, hogy éppen mi történik, azzal azt az egész kellemetlen helyzetet, az ember mégis egy ilyen műtős ruhában fekszik hanyat, néz bele egy fényforrásba, és matatnak a szemébe, azt érzi, mint amikor, mit tudom én, sötétbe párja hozzányúl a kezéhez, a kézhátához, érzi, de nem fáj, de egy matatás, valami hasonló érzet, semmi extra. A tudat maga az, hogy most a szemembe sportolnak, az izgalmas és érdekes, és nem tudom jobban elmondani, mint ahogy mondom, azt kell mondjam, hogy át kell élni annak, aki elég bátor és ennek neki veselkedik, majd megtudja, de mondom, semmi fájdalom, lelkileg elfogadom, hogy sokféleképpen lehet ehhez hozzáállni. Megmondom én is, a legizgalmasabb az a 1-2 perc volt mindkét szememnél, amikor a konferenc szerint már nem volt saját szemlencsém, de még nem volt benne a műanyag. És amikor már bent volt a műanyag, nagy különbséget nem láttam a bejövő fényekkel úgy hirtelen, de megnyugtató volt. Hát a legmegnyugtatóbb, amikor a második szememnél is ez megtörtént, és hát ott nagyon vidáman jöttem ki, kaptam ilyen műanyag kagyló formájú védőket, elég rosszul láttam, aztán utólag, amikor belenéztem a tükörbe oda, azzal megláttam az okát, mert két ilyen leukoplasz csíkkal volt átlósan, X formába rögzítve az arc meg a homlok bőrömön. Ennél fogva nem a lencse miatt nem láttam olyan jól, meg nem a védő miatt, hanem valószínűleg emiatt a két áttetsző fehér ragasztó csík miatt, és szerencsére következő reggel le lehetett venni. És akkor kezdtem szembesülni azzal, hogy túl azon, nagyon fényérzékeny lett a szemem, tehát még akár a lakásban sem ártott, hogy fölvegyem a napszemüveget, de mindenképpen ugye akartam ugye sétálni a kutyákkal, és ott végig nagyon jól esett úgy a napszemüveg, hogy nem azt mondom, hogy tűzött a nap, de mondjuk nem is zúgott az eső, tehát ilyen normálisak voltak a fényviszonyok fönn az erdőbe, a Leányfalun. Sétáltam egy jót, és egy olyan 3-4 nap után ment annyira ki a pupillatágítóknak a hatása, hogy már nem igényeltem a napszemüveget se sétához, sem később a vezetéshez. Amikor már néhány nap után elkezdtem a normálisan fölvenni a mindennapi életritmust, arra ügyeltem, hogy azt a megszokást, hogy nyúlok az olvasó szemüvegemhez, mert olvasni akarok valamit, arra koncentrálnom kellett, hogy ez ne történjen meg, hanem egyszerűen vegyem a kezembe azt, amit el akarok olvasni. Ha nem elég a fény, akkor bekapcsolok hozzá egy
egy lámpát, és úgy olvasom, és óriási örömömre el tudtam mindent olvasni. Majd elolvastam 2-3 nappal a műtétet követően a gyógyszeres doboz hátoldalán az az 1 mm nagyságú kisbetűs mondatot, amit egyébként tudom én az olvasó szemüveges időszakomat megelőzően sem sikerült már mindig. Úgyhogy nagyon-nagyon hamar jó lett, ugye ilyenkor az agy újra tanulja az új szemlencséket, nagyon hamar jó lett, láttam távolabbra, láttam közelebbre, elmentem egy vadászatra, tudtam használni a messzelátót, és tudom, 3-4-500 méterről tökéletesen láttam a messzelátó segítségével az őzeket, ami ugye egy kistestű vad. Tehát nagyon, nagyon elkezdtem a mindennapokat, ez is volt egyébként az instrukció, és akkor ugye 3 napra rá vissza kellett menjek egy kontrollra, ahogy a műtét lezajlott. Megállapította a főorvosról egyik kollégája a vizsgálatnál, hogy ott 100%-os lett az olvasásom, és 120%-os lett a távollátásom. Nem is tudtam értelmezni, mert a távollátás tökéletes, akkor annál nincs tökéletesebb. Úgy tudom, hogy ez a protézis, ez a műanyag lencse egyébként 3 szeletből áll, de azzal, hogy 3 lemezből áll, 3 szeletből áll ez a műanyag lencse, rövid távú, középtávú és nagyobb távú távolságra való látáshoz, azt gondolom, hogy az én esetemben ez sikerült. Ténylegesen, mit tudom én, annak ellenére nekem csak olvasó szemüveg kellett, műtétet megelőzően például 3-4 méterről egy ilyen 80 centis átmérőjű televízión az alul futó csíkot már nem mindig láttam tökéletesen, esetleg a számokat, vagy egy futballmeccs eredményénél, ahol mit tudom én, 1 centis volt a szám, és ezt én 4-5 méterről néztem. Magyarul valószínű, hogy a távollátásom is azért már elkezdett a 100%-ra valamennyit csökkenni a műtétet megelőzően, és az is teljesen rendben lett. Úgyhogy az a tapasztalatom, hogy amit a doktor úr ígért, és ezt talán mondhattam volna korábban, de most azért még mindig aktuális, hogy ezzel a műtéttel a mindennapjaim fognak javulni, azok fognak megváltozni, olvasáshoz nem kell most már kotorásszak az olvasószemüvegért, és távollátásom az olyan lett, mint 15-20 éves koromban.